A megye 9 nemzetiségi általános iskolájából érkező diákok mérték össze tudásukat a Baranyai Német Népismereti Versenyen, Hímesházán. A 11 feladat helyes megoldásához az elméleti tudáson kívül gyakorlati ismeretekre és sok kreativitásra is szükségük volt a felső tagozatos tanulóknak. Szerintem a kvízes volt eddig a legnehezebb, mert volt egy-két szó, amit nem igazán értettünk, és az első meg a második, ahol dominózni kellett, illetve össze voltak keverve a betűk és kihozni belőle a helyes szót, szerintem az volt a legkönnyebb eddig. A Mohácsi tankerület 4 évvel ezelőtt szervezte meg először a Baranyai Német Népismereti Versenyt. Tavaly azonban a pandémia miatt elhalasztották a fordulót, így nagy örömmel érkeztek a tanulók és felkészítő tanáraik is a megmérettetésre. Nagyon szórakoztató kis délután szokott ez lenni. A gyerekeknek 3 fős csapatokban indulnak, 9 iskola képviselteti magát a Mohácsi tankerületből. Úgyhogy egy igen nívós, de ugyanakkor szórakoztató rendezvénynek nézünk elébe. A versenyt minden évben az előző évi győztes iskola rendezi. 2019-ben Vókányban a Hímesházi Általános Iskola és Amit csapata bizonyult a legjobbnak, így a helyi német munkaközösség tagjainak áldozatos munkájával valósulhatott meg az idei színvonalas rendezvény. Az első témakör a sváb konyha, itt a különböző berendezésekről kell majd egy-két dolgot tudniuk. A második témakör a falvédők, törölközők témakör, és a harmadik pedig a régi szakmák, foglalkozások. Különféle játékokat állítottunk össze, lesz rimino játék, puzzle összerakás, akkor szókártyák párosítása, régi falvédőkről, törölközőkről kell szöveget elolvasni a versenyzőknek. A résztvevőknek színes nemzetiségi műsorral kedveskedtek a Hímesházi diákok.